lehetőséget. Én úgy gondolom, hogy ezt ki is lehet, mert voltak és vannak is befektető érdeklődések. És hát megpróbálunk a befektető fejével gondolkodni, ez megint csak nagyon fontos. Hiszen Frankfurtból kaptam egy telefonhívást, eljöttek hozzánk, és én megkérdeztem őket, hogy miért pont ide holtra jöttek. És azt mondták, hogy azért, mert a térképet megnéztük, és jó helyen fekszik. Tehát ezért mondtam, hogy a befektető fejével kell gondolkodni. A település közel fekszik Budapesthez, autópálya mellett helyezkedünk el, két autópálya lehajtóval, sík területen, tehát gyakorlatilag alkalmasak vagyunk ipari és logisztikai beruházásokra. És ennek van bizonyítéka is, ha mondhatjuk így, a befektetéseket koordináló cég, az ITD Hungary 2009-ben befektetőbarát településnek nyilvánította Hortot. Ez ebből a szempontból jelent előnyt? Abból a szempontból jelent előnyt, hogy nyilvántartásba vettek bennünket, és hogyha olyan befektetői érdeklődés lesz, amire mi alkalmasak vagyunk, akkor azt hozzánk közvetítik. De gyakorlatilag nem csak ez a lényeg, hanem az, hogy mi is megtanultuk azt, hogy mit kell tenni azért, hogy a befektető felén kacsinkasson és eljöjjön Hortra, hiszen nem elegendő csak várni a sütgalambot, azért tenni is kell valamit. És én azt gondolom, hogy ha egy befektető megjelenik a településen, akkor várhatóan még további befektetők is jönnek majd. Igaz, hogy a két nagyobb város, Gyöngyös és Hatvan közé beékelődve, ez egy kicsit furcsa, hogy ezt mondom, hogy befektetés, de mégis azt gondolom, hogy ebből lehet ma Magyarországon megélni. Igaz, hogy gazdasági válság van, és ez így nehéz, mégis azt gondolom, hogy ebben az évben a létrejövő üzem azt bizonyítja, hogy válság ide, válság oda, lehet azért befektetéssel foglalkozni Magyarországon. Vannak olyan készülőben lévő befektetések, amelyekről már valamilyen részletet el lehet árulni? Igen, az aláírt szerződés, ami arra vonatkozik, hogy egy pelletüzem jön létre, és az üzem nem csak pelletet gyárt a kazánokhoz, hanem a környék zöld hulladékait is fölvásárolja. Pontosan nem is vásárolja, be lehet hozzájuk vinni ingyen és bérmentve. Ezzel megoldódik egy olyan probléma, hogy a kukoricaszár, a napraforgószár, a paradicsomszár, a paprikaszár, amit az emberek már otthon ugye nem tudnak mire felhasználni, annak megvan a helye, oda be lehet vinni. Tehát ez is azt gondolom, hogy hasznos. Nem csak Hortnak, hanem a környékbeli településeknek is. Egy-egy ilyen üzem esetében mindig környezetvédelmi aggályok szoktak megfogalmazódni. Horton volt-e ilyen, történt-e ilyen? Ezt eleve azzal kerültük el, hogy ez az üzem a településtől mintegy 4-5 kilométerre helyezkedik majd el. Tehát semmilyen hatása nem lesz a településre. Legfeljebb pozitív. Munkahelyteremtés szempontjából. Ez egyébként a polgármesteri programjában is előkelő helyen szerepelt. Ezen kívül mi lehet az a terület, ahol még lehet tenni a munkahelyek teremtése érdekében? Gyakorlatilag azt gondolom, hogyha a kormány politikája olyanná válik, és látunk pozitív lépéseket, ami elősegíti majd a kistermelők, tehát a mezőgazdaság fejlődését egy bizonyos szinten, az azt jelenti, hogy családi vállalkozások, akkor ennek is meg lehet szerintem teremteni a feltételeit, és én említettem is a programomban, hogy a helyi piacot szeretnénk tényleg úgy kialakítani, hogy egy korszerű piac legyen, és kifejezetten a kistermelőkre vonatkozóan, aztán majd meglátjuk, hogy még ezt hogyan lehet továbbfejleszteni, illetve a vállalkozásokat is, most mindegy, hogy mezőgazdasági vagy ipari, azokat az önkormányzatok tudják-e majd koordinálni, vagy egyáltalán lesz-e ilyen szerepük? Ha lesz, akkor mi ezt szívesen felvállaljuk. Az elmúlt ciklusokban volt-e valami olyan tapasztalat, amely mondjuk a negatív kategóriába említhető, tehát mondjuk az imént megbeszéltekkel ellentétben a mérleg másik oldalát nyomja, viszont olyan tapasztalatokat lehet belőle leszűrni, ami a következő 4 évre nézve fontos lehet? Igen, ez kettős. Egyrészt a pénzügypolitika, tehát hogy azért mindenki maradjon a takarójánál, tehát ne akarjon tovább nyújtózkodni. Tehát, hogyha megtermeltük magunknak a pénzünket, akkor azt értelmes célokra használjuk föl, de lehetőleg úgy, hogy ez itt maradjon a következő évre is, ez nagyon fontos. Illetve engem megtanított ez a befektetői dolog arra, hogy a következő befektetőt hogyan fogadjuk. Tehát a településnek rendelkeznie kellene, jó lenne, ha már most rendelkeznénk, egy ipari parkkal.
Ez nagyon fontos, mert hogyha jön egy befektető, akkor azt oda tudjuk rögtön irányítani. Most még nem ez a helyzet, most még földet kell hozzá szerezni, aztán vagy kapunk, vagy nem. Tehát én remélem, hogy a kormányzat ezt is látni fogja, és ebben valamiféle segítséget fogunk kapni, hogy aki akar munkahelyet teremteni, annak legyen lehetősége, és segítsenek nekünk ebben. Az elmúlt időszakban, főleg a válság kapcsán sokat hallottunk arról, hogy a települési önkormányzatok helyzete hát nem éppen rózsás pénzügyi-gazdasági szempontból. A következő 4 éves ciklusban lehet-e már tudni arról valamit, hogy hogyan alakul majd az önkormányzatok finanszírozása, a most készülő költségvetés ad-e már támpontokat? Én azt gondolom, hogy sok mindent hallunk, de mivel még a koncepciót nem látjuk, ugye majd a parlament hamarosan fogja tárgyalni a költségvetést, addig még szerintem korai lenne erről beszélni. Egy biztos, hogy az országban azért annyi pénz nincs, hogy dúskáljunk a javak között, tehát itt magunknak, az önkormányzatoknak is úgy kell majd a kérdéshez hozzáállni, hogy mi is tudjunk magunknak pénzt teremteni. Tehát nem elegendő csak az államra számítani, nem elegendő csak a pályázatokra számítani, mert azok is be fognak fagyni valamilyen szinten. Főleg az uniósok, hát 2013-ra azért kifutnak, akkor utána mi lesz, akkor nem lesz pályázat, vagy megáll az élet. Éppen ezért kell, hogy mi is úgy gondolkodjunk, hogy próbáljunk meg egy kicsit elhatárolódni a közigazgatási formától, és egy kicsit a versenyszféra felé fordulni, és úgy gondolkodni. Hát, ha mondhatom, azt hál' Istennek, én azon a területen dolgoztam a versenyszférában, és van néhány olyan tapasztalatom, amivel gyakorlatilag ezt majd tudjuk bizonyítani, és azon az úton haladni, hogy gyakorlatilag ma Magyarországon az önkormányzatok is, ha nagyon ügyesek, meg tudnak állni a lábukon. Nagyon nehéz, de szerintem van rá lehetőség. Sok mindentől függ. Az, hogy 6 fős lett most a képviselőtestület, és hogy bizonyos változások az önkormányzati törvényben is életbe léptek, ez jelente megtakarítást? Erről lehet-e már valamit tudni? Horton nem. Eddig sem volt képviselői díjazás, most sincs, tehát ilyen szempontból nem. Viszont azt gondolom, hogy dönteni sokkal könnyebb lesz. Mert most nem mindegy, hogy 12 ember ül, és akkor dönt, vagy csak 6. Tehát nyilvánvaló hatékonyabb döntést tudunk hozni, és gyorsabban. Tehát ez az előnye szerintem ennek a képviselői létszámcsökkentésnek. Azok a személyes ellentétek, sérelmek, amelyek akár a kampányban, akár előtte kialakultak, és sokat lehetett az elmúlt időszakban olvasni ezekről, mennyire nyomhatják rá a bélyegüket? Nyilván konkrét tapasztalat még nincs az új testület munkájából. Mennyire nyomhatják rá a bélyegüket a munkára? Elvileg rányomhatják, de én azt gondolom, hogy ezeket most mindannyiunknak félre kell tenni, mert ebből nem tudunk megélni. Tehát egy település nem arra kíváncsi, hogy ki kivel torzsalkodik, hanem arra kíváncsi, hogy a következő utca melyik lesz, ahol az átteleszeket ki fogjuk javítani, melyik úton fogunk aszfaltozni, ez a fontos, vagy hogy a következő rendezvényünkön ki lesz a fellépő. Tehát erre kell koncentrálni, és nem arra, hogy hogyan háborúzzunk tovább. Ezt meg kell szüntetni, ennek nincs értelme. Melyik lesz a következő utca, mivel kezdődik a munka, mikor már érdemi döntéseket hoz a testület? Én most ezt nem tudom megmondani, melyik lesz a következő, mert van jó néhány, vagy 15-18 utcánk, ahol egyszerre kellene munkátokat megkezdeni. Nem, én azt gondolom, nem ez a fontos, hanem az, hogy folyamatosan végezzük ezeket a munkákat. Tehát minden évben tudjunk aszfaltozni, minden évben legyen meg a csapadékvízelvezetésünk, mert ez az embereknek egyfajta biztonságot jelent, illetve egy kulturáltabb komfortérzetet azon a településen. Tehát talán ezek a legfontosabbak, de mint ahogyan ebben az évben is a főterünket megújítottuk, az pedig egy másfajta.